Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatok. Ricskeszt. A műsor az NK-a támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskesztra legújabb adásában. Nagyon régen nem jelentkezett ez a műsor, és nem is tudjuk igazából, hogy mikor fog legközelebb, mert ez egy ilyen időszakos speciál, ahol mindig írókra koncentrálunk, és az egyik ilyen, és a következő ilyenünk az Ferenc K. Zoltán, egy ifjú titán. Szia! Szia! Azért annyira nem ifjú, de azért a titán az még megvan. Hát miért figyelt? Kettő könyved jelent meg. Így van, igen. Na látod, akkor még ifjú titánnak számítasz. Hát igen, igen, mondhatjuk. Mi a korba? Mi hány éves vagy? 29. Na, hát figyelj, 3x alatt mi mindenki ifjú, nem hát, igaz? Mondhatjuk így, ez, igen, igen. Na ugye, látod, na, mondom én, hogy igaz az ifjú titán. Kezdjük azzal, hogy mikortól vannak neked írói ambícióid? Hűha, hát már az óvodában is felfestettem a falra. Igaz, hogy akkor még nem zsírkrétával egész máshol, de azt most itt ne részletezzük, hogy mivel festettem. Nem, hát körülbelül 2013-ban gondoltam rá először, hogy könyvet kéne írni. Előtte csak dalszövegeket, ugye zenész múltamból. Aztán úgy 2015 szilveszter estén írtam meg az első fejezetet az első könyvemhez, és az 2019-ben realizálódott, mert közben külföldre költöztünk, de körülbelül 2013-ban volt az első gondolat, hogy hú, kéne írni valamit. És az első megjelent könyved az mindjárt az első könyv volt, amit megírtál? Nem, nem. Én megírtam kettőt az első könyvem előtt, még tollal és papírra, de elkezdtem fölvinni gépre, és így gondolkodtam, hogy na, ez a szó itt most mit jelent, nem tudtam elolvasni a saját írásomat, úgyhogy mondtam, hogy jó, akkor gépen írunk tovább. A második könyvet már gépen írtam meg, az se jelent meg, mert azt mondtam, hogy egyszerűen nem vagyok még elég jó ahhoz, hogy ezt kiadjuk, még fejlődni kell, tanulni kell. És a harmadik könyv, a Halász színe vörös, az ami Magyarországon kezdtem el még írni, de már Skóciában fejeztem be. És az megjelent, azt mondtam, hogy ez már van az a színvonal, hogy nem járatom le magam nyilvánosan. Tehát ezek szerint fontos neked a visszajelzés? Tehát, hogy azért ezt akkor mondhatjuk azt, hogy nem magadnak írod, hanem hogy ez neked is fontos az, hogy a publicitása jó legyen? Igen, igen, és ez inkább a zenei múltból fakad, mert a színpadra is olyan dalokat szeret vinni az ember, amivel nem ég be, ugye? Azért az nagyon kellemetlen, hogyha kiröhögnek, vagy bedobod a pengetőt, és mindenki ott hagyja a földön. Azért az kellemetlen. Úgyhogy úgy voltam bele, hogy a volt zenésztársaimat sem szeretném megalázni azzal, hogy a gitárosok egy vállalhatatlanul rossz könyvet ad ki, amit mindenki röhög, meg a saját, hogy is mondjam, a saját önbecsülésem is azt mondatta velem, hogy legyen jó, fejlődj és tanulj. Úgyhogy mindenki. A visszajelzések annyira nem mozgatnak meg, hogy most XY mit gondol a könyvről. Ez inkább magamnak szól, hogy én akarok minél jobbat írni, minél precízebben és minél jobban kidolgozni. A történelmi hátterét is, hogyha vallási háttér van, akkor azt is, és minden részét maximálisan a legmélyre hatolni, és is hitelesen összerakni. Ugye az első könyved, mint mondtad, az a Halász színe vörös, az egy abban számomra nagyon érdekes könyv, ezt nem olvastam még sajnos, hogy a témaválasztása nem mindennapi. Igen, igen. Erről beszélgessünk egy picit, hogy jött ez neked egyáltalán? Hát én nagyon sok második világháborús könyvet olvastam, de ezt egy, nem is tudom, már valakinek interjút adtam, ott mondtam, hogy el kell egyszerre kettőt is olvastam. Egyiket letettem, egy fejezet következő könyvet fölvettem, és nagyon szerettem a tengelyhatalmi olasz-német oldalról bemutatott háborús frontokat, és nem tudom, így naívan azt gondoltam, hogy a magyar fél is föl van dolgozva, van legalább annyi könyv, vagy hasonló, mint például a Sven Hassel könyvek, ugye Dunát lehetett rekeszteni velük, és utána néztem, és nincs. És én ezt szégyennek gondoltam, hogy 70 év, akkor 70 évvel a háború után a Don Kanyarról senki nem írt regényt, a Budapest ostromáról senki nem írt regényt, nincsnek nincs emlék állítva azoknak az embereknek, akik ott meghaltak. És úgy voltam vele, hogy akkor írok én egyet. És úgy voltam vele, hogy ha 20-an elolvassák, jó lesz, maximum, ha nem sikerül jól, és lejáratom magam, de azt sejtettem, hogy nem fogom.
Úgyhogy innen jött a témaválasztás. Meg én egy olyan környéken laktam, Budán a második kerületben, ami a kitörésnek volt az egyik fő csapás iránya. És körülvettek az ostromnak a nyomai. És egyszerűen beleszerettem ebbe a témakörbe. Érdekes. Mennyi kutató munkát tettél ebbe bele? Hát, hogyha összeszámolom, akkor körülbelül kettő és fél év volt az, ami csak kutatással, meg olvasással telt, plusz ugye veteránokkal beszélgettem először csak a családban az idősekkel, aztán mindig előkerült egy név, meg egy telefonszám, meg egy lakcím, és akkor így járkáltam így a városban, és veteránokkal beszélgettem, és akkor az ő leírásaik és elmeséléseik alapján próbáltam megragadni a kortnak, szaknak a hangulatát, hogy mégis mit élhettek át, tehát mi volt az az atmoszféra, ami akkor körülvette az embereket, és volt egy pár olyan eset, amikor elsírták magukat az idős emberek ott előttem, és hát ott én is volt egy-két eset, amit megkönnyeztem, és utána az konkrét történeteket, amiket ők meséltek, azt nem vittem könyvbe, hanem csak a hangulatot ragadtam meg mögötte. Fontosnak tartottad, hogy ez történelmileg is hiteles legyen? Igen, teljes mértékben. Miért volt a számodra annyira fontos? Mert próbáltam elkerülni azt, hogy politikai propaganda legyen. És sajnos olyan világban élünk, amikor nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy az eseményt milyen oldalról nézzük. És engem meg ez nem érdekel. Engem az érdekel, hogy mi történt. És azt akartam a könyvbe belevinni, hogy az emberek mit éltek át akkor. És ezért tartottam azt fontosnak, hogy hiteles legyen. Hogy ne egy politikai kiadvány legyen. De így is volt ilyen reakció, nem? Volt, persze, természetesen volt. Jobbról is, balról is, minden onnan kaptam azért bőven. Számítottál rá? Számítottam rá, így van. Tudtad kezelni ezt akkor? Persze. Tehát most így a neveket nem tudok, hogy mondjam. Ja, nem is kell, nem is fontos, persze. Volt egy mozgalom, ami mondta, hogy hát letépni a körbe, mert hogyha ezt ideális világban lennénk, mondtam, hogy hát hajrá, sok sikert. Voltak, akik azt mondták, hogy a kormánypártnak vagyok az ügynöke, valaki azt, hogy neonáci vagyok. Skinhead, ez volt a kedvencem, hogy skinhead vagyok, tehát pont úgy nézek ki, mint egy skinhead. Hát meg nem is tudom. Volt olyan, aki azt mondta, hogy kritikus, hogy a blogjára nem viszi föl, mert ezt a témát nem, hogy jó a könyv, de ezt a témakört, ezt ő nem viszi blogra, mert hogy akkor őt is bántani fogják, és ez számomra furcsa volt, hogy miért állunk így hozzá 70x évvel a háború után, hogy nem lehet beszélni róla. Hát én emlékszem, hogy ugye Don Kanyar kapcsán jutott eszembe, hogy volt a Krónika című sorozat, nem tudom, hogy azt ismerted, de a Krónika volt ilyen, hogy egy ismerősömnek megmutattam, és ő mondta, hogy hát nem bírta megnézni, a harmadik résznél feladta, mert hogy hát ő nem is gondolta volna, hogy ez ilyen, mondom, nem tudom, hogy milyennek képzelted, tehát, hogy így. Igen, igen. Valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy nem csak, hogy nem beszélünk, hogy valószínűleg azért nem beszélünk róla, mert egy fogalmunk sincs az egészről. Pontosan. Ehhez képest a második könyv az, hát ha nem is radikálisan más, de azért más teljesen a téma is, meg a politikai klíma is. Igen, hát ahogy Magyarország megváltozott, úgy a könyv is megváltozott, és én nekem ez egy ilyen vállalásom, hogy a magyar történelemnek olyan korszakaiban alkossak, ami volt fontos, de nem nagyon beszélünk róla, és a Kádár korszak is egy ilyen. Tehát velünk van, az öröksége is velünk van, a szüleink abban nőttek föl, és mégsem beszélünk róla. Mint hogyha nem lett volna. Úgy teszünk, pedig volt, fontos volt, és együtt élünk vele. És az első kritika, amit megkapták, gondolom az, hogy honnan tudtam, még nem is értél akkor. Így van, és ez rendszeresen visszajön, és hogyha mondjuk valahol interjút adok, akkor mindig az első kérdés, miért a Kádár korszak, hát nem is éltél akkor. És erre szoktam azt mondani, hogy a történelmi regényírók sem éltek a római korban, vagy Pannóniában mégis arról írnak, rajtuk sem lehet számon kérni, úgyhogy rajtam se kérjék számon azt, hogy 29 éves vagyok, akkor miért a Kádár korszakról írok. Úgyhogy ennyi. Tehát Marcellus Mihályt ismerjük, azért remek szerző, Pannóniában nem élt akkor, úgyhogy furcsa is lenne, hogyha élt volna. De Bíró Szabolcs ért az Bíró Szabolcs sem, így van. Csak hogy mondjunk olyat, aki volt már vendég ebben a műsorban. Azért voltam ugye erre kíváncsi, hogy biztos, hogy ezt megkaptad, csak hogy azért nem tudom, tehát mi ez a második kötet, misztikus thriller?
Nem tudom. Nem tudom megmondani. Én horrornak szoktam mondani, azt mondták, hogy nem horror, akkor nem tudom, hát, mert figyelj, végül simán lehet. Tehát most rá lehet húzni lazán a slasher akár, de... Hát én vagy misztikus thriller. Én nem szoktam így kategóriába sorolni a könyveimet, meg műfajban, mert én nem műfajban gondolkodok, hanem történetben gondolkodok. Tehát megvan egy kép, hogy mit akarok, egy hangulat, hogy mit akarok, és azt próbálom megragadni mindig. És mondom, az atmoszféra számít. Meg mindig van egy mondat a fejembe, hogy az lesz a könyv, és akkor azt az egy mondatot kibővítjük ilyen a 300 oldalra. Ezt hogy kell köznök? Tehát itt ennél az Ördög evangéliumánál mi volt az egy mondat? Ez most így furcsán fog hangzani, de annyi, hogy van egy gyilkos, és lebukik. Tehát ennyi volt a mondat a fejembe, és egy ballonkabát hozzá. És ennyi volt az egésznek, ha visszabontjuk. Ne, ez nem furcsa, ez tök jó kulisszatítok, ne viccelj, hát azért kérdezem, persze. Ugye azért, ami nekem fontos benyomásom volt a mű kapcsán, hogy mintha eltelt volna legalább egy regénnyi a kettő között, ugye a másikból csak szemelvényeket olvastam, de hogy azért érezhetően van ugrás, tehát írás technikában, illetve hogy azért elég átgondolt a sztori. Igen. És azért odafigyelte kínosan ugye arra, hogy ne legyenek logikai buktatók benne. Igen. Az még a karantén, első karantén ideje alatt dolgoztuk ki, a feleségem segített, és hát a segített, hát én elmondtam mindent, ő meghallgatta, és elmondta, hogy ha nem ért valamit, akkor azon változtassunk. Vagy ha ő nem érte, akkor más olvasó sem fogja érteni. Abszolút jó meglátás. És nagyon a konyhában ültünk, és magyaráztam a kis füzetecskémből, mert ugye én kézzel írtam le a papírra a vázlatot, és ugye sokszor az a baj, a saját írásomat nem bírom elolvasni. És akkor volt olyan, hogy gondolkodtam rajta, hogy na, ide mit írtam megint, ugye? Ez a klasszik. Tehát akkor majd a szinopszist írsz, és az alapján dolgozol. Én vázlatot írok, tehát fejezetenként megírom a vázlatot, és akár még a fejezetekben lévő jeleneteknek is megírom a vázlatát, hogy mikor, melyik karakter hogyan fog megfordulni, mi lesz a kulcsmondat, minden jelenetnek van egy kulcsmondata, ami elindít valamit, és tehát gyakorlatilag egy ilyen szkriptelve van az egész magamnak a fejembe. Én nem, tehát a legjobban tudom tisztelni, legjobban azokat a szerzőket tudom tisztelni, akik azt mondják, hogy és úgy dolgoznak, hogy vázlat nélkül leülnek, írnak, és jó, tényleg jó. Nekem ez nem megy. Lehet, hogy azért, mert nem vagyok profi, nem is leszek profi, nem is gondolok úgy magamra, mint íróra, de nekem mindent meg kell terveznem. Én szerintem egyébként azért jó, hogyha van egy szinopszisod, vagy egy vázlatod, vagy jegyzeted, vagy mindegy, hogy nevezzük, mert akkor tudod, hogy honnan, hova akarsz eljutni. Igen. Mert én írtam szinopszis nélkül, és nem véletlen nem jelent meg. Tehát, értem. Hogy mire végre eljutottam, tudod, már konkrétan három identitás van, váltáson ment keresztül. Igen, az első könyvemet azt úgy írtam meg, hogy csak a fejembe volt meg a vázlat, és éreztem, hogy nem működik. Vissza kellett lapoznom, vissza kellett keresnem, ott mi történt, abban hibáztam is, az a végleges verzióban benne is maradt, nem sokaknak tűnt föl, csak mondom, hogy nem sokaknak tűnt föl a hiba. De elolvasom, jó, aztán rendben, kiderült, rendben. Nekem feltűnik-e. Úgyhogy, de a másodiknál ilyen már nem fordult elő. Kisebb elírás, nem elírásokat, ilyen egy nagy pici logikai bakikat találtam, de talán kettőt vagy hármat, tehát nem sokat. Uh-huh. Úgyhogy én is éreztem itt a fejlődést, hogy itt most ez más. Ugye nem olyan rég, egy pár hete szerintem volt egy Facebook posztod, ami alatt ment a beszélgetés, ugye arról, hogy 2022-ben mennyire van értelme kiadózni, illetve mennyire van értelme magánkiadásban kiadni inkább a könyvet. Ugye ott azért is érdekes ez, mert hogy neked mindkét regényed kiadónál jelent meg, de gyakorlatilag azért még így is magánkiadások, jól mondom? Hát mondhatjuk így, igen, szerzői kiadás. Igen, tehát jogos igazad van, tehát hogy nem szerzői kiadás a jó szó rá, hogy ez azért van, mert hogy szerinted ezeket témájuknál, műfajuknál fogva nem lehet a nagy kiadóhoz bevinni, vagy azért, mert még mondjuk nem vagy elég ismert hozzá, akár az adott alapanyagot nem tartottad jónak, vagy eleve nem is gondolkodtál ilyesmivel? Az első könyvemnél nem gondolkodtam annyira hagyományos kiadóban. A másodiknál igen, viszont ez nem attól függ, hogy bejutsz-e, hogy most jó vagy-e, vagy nem, vagy a téma, vagy nem. Attól függ, hogy bejutsz-e, és ezt minden túlzás nélkül mondom, hogy kinyitja meg az e-mailt. Tehát én nagyon sok kiadóst ismerek, ha olyan a szerkesztőnek a napja, hogy nem tetszik a mondat,
ki vagy kukázva. Tehát iszonyatosan nagy szerencse kell ahhoz, hogy hagyományos kiadóhoz bejuss. Ez már nem a 90-es évek, hogy a tehetség számít. Úgyhogy ha nekem választanom, én nem tudnék választani, hogy melyik a jobb. Én a hagyományos azt mondom, hogy mindenki próbálkozzon, viszont szerzői kiadásba viszont az menjen, aki viszont biztos magában, hogy jó a műve, mert csúnyán hasra lehet esni. Hát persze, hogy nem kevés pénzt bele kell tenni egy könyvkiadásba. Igen, de hogyha ha tudod is, hogy mit csinálsz, és ismerősen mozogsz ezekben a körökben, akkor azért nem kell akkora pénzben gondolkodni. Kis pénzből is ki lehet hozni. Neked a befektetett költségeid visszajöttek? Igen, abszolút. Mindkét könyv esetében. Hozta azt a darabszám, hozta azt a várakozást, amit te mondjuk, vagy azt a tervet, amit te fellőttél? Magasan fölülmúlta. Na, jó azt hallani. Tehát örülök. Hát én magam is meg voltam döbbenve az első könyvem esetében is, úgy voltam vele, hogyha 20 darabot eladok, 20-an elolvassák, én már boldog ember vagyok. Hát ennek azért a sokszorosát olvasták az elsőből és a másodikból is, úgyhogy abszolút elégedett vagyok így. Meg is vagyok lepődve rajta, sokszor úgy kapok leveleket, hogy nem is számítok rá. És sokszor jól esik, amikor azt rám ír valaki, hogy köszönöm a kellemes napokat, amiket okoztál. És az első ilyen alkalomnál is így rám írt egy srác, hogy köszönöm a kellemes napot, amit okoztál nekem. Én meg így, miért, mit okoztam? Így gondolkodtam, hogy vajon mi történt, és akkor hát nem írtad ezt a könyvet. Én mondtam, de természetesen én írtam. Hát elolvastam. Jó, hát persze, hát nagyon szívesen olvas, de elad tovább. Úgyhogy meglepő volt az eset például. Mennyire érint érzékenyen a kritika? Tehát itt gondolok itt arra, hogy most tegyük félre azt, tehát nem amikor direktbe szemétkedik valaki, és mondjuk olyanba köt bele, ami nem releváns, de hogyha mondjuk valaki építő jelleggel elmondja, hogy figyelj, ezt legközelebb így, meg így, meg így csináld, ne így, meg így, mert mondjuk akár olvasás élmény javulhat tőle, vagy ilyesmi. Nem, hát engem ez nem zavar. Én örülök neki, hogyha valaki kritikát ír a könyvemről, sokszor meg kell kérnem, hogy a negatívumokat is legalább nekem mondja meg, de emelje is ki, mert ettől fejlődsz. Tehát ha valaki szemétkedik, akkor röhögök rajta, hogy jó van, ugye vagy. De hogyha valaki nem is kell feltétlenül építő jelleggel, hogyha látom a cikkében, vagy a véleményében azt, hogy igaza van, és jókat mond, akkor én azt felhasználom. Ebből lehet tanulni. Ugye mondtad, hogy olyan korszakokra próbálsz koncentrálni a regényeidben, ami nincs feldolgozva, vagy nincs annyira szem előtt, nem foglalkoznak vele annyira. Nyilván gondolom, dolgozom már a következő könyveden. Az hova vezet? Hova klauzál? Az most a osztrák-magyar monarchia egy olyan részében, illetve ez most nem teljesen igaz, mert az Egyesült Államokba fogunk most menni, meg egy kicsit Mexikóba, viszont akkor, amikor első Miksa osztrák-magyar főherceg volt Mexikó császára, és ilyen kicsit egy vadnyugati témakörbe, egykori 48-as szabadságharcos, aki az Egyesült Államokba emigrált, és sheriff lett belőle, valóságban is volt egy ilyen ember. És az ő élettörténetéből merítettem. De fikció a regény. Fikció, így van. Mi az, amit mondaná esetleg azoknak, akik mondjuk még így a rövid eszmecsere után mondjuk hezitálnak esetleg, hogy elolvassák a könyveidet? Hát én úgy nem tudom. Ez nehéz, mert mindig ez a része az, amiben rossz vagyok, hogy adjam el így a könyvet, mit mondjak. Nem tudom, aki szereti a véres és kompromisszummentes könyveket, politikai korrektségtől mentes könyveket, az olvassa el, és tetszeni fog neki szerintem. Még egyszer mondom, csak ugye a másodikat olvastam, de ott határozottan azt mondom, hogy igazak a szavak, amiket a szerző itt megosztott veletek, és én is csak olvasásra tudok buzdítani mindenkit, ugye az egyik vlogomban már beszéltem is a kötetről, lehet, hogy már talán láttátok is. Köszönjük szépen, hogy meghallgatottuk minket. Neked pedig köszönöm szépen, hogy eljöttél. Messzi földről. Igen. A következő kötetnél folytatjuk. Rendben, mindenki, várom már. A leírásban megtaláljátok azt, hogy honnan tudjátok megrendelni a könyveket, illetve azt is, hogy hol tudjátok követni Ferenc K. Zoltánt, illetve azt is, hogy hol tudjátok követni az adást, a csatornát, illetve ha támogatni szeretnétek minket, erre is megvan minden lehetőségetek, amit szintén a leírásban találtok. Köszönjük szépen, hogy meghallgatotok minket, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!